Tovább fejlődik a térség szociális hálója, ezúttal Szamosszegen adtak át új bölcsődét. Ezáltal a 0-3 éves gyermekek is ellátást, felügyeletet, fejlesztést kaphatnak, míg az édesanyák visszatérhetnek munkahelyükre. Korábban csak a városokban volt bölcsőde, az ott élők privilégiuma volt ez az ellátási lehetőség. Ez azonban mára megváltozott, erről beszélt Vitályos Eszter, parlamenti államtitkár. 2010-ben 32 ezer volt Magyarországon a bölcsődei férőhelyek száma, most 2024. januárjában 64 ezerre, tehát pontosan a duplájára nőtt, és ezt a munkát nem fejezzük be. Az a célunk, hogy most az elkövetkezendő időszakban és még néhány éven belül több ezer új bölcsődei férőhely megépülhessen, és nem csak itt Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében, hanem országosan minden egyes régióban. Nincs már Magyarországon olyan járás, ahol ne lenne legalább egy bölcsöde. És hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei adatokat is hadd mondjak önöknek, 2010-ben 1139 bölcsödei férőhely volt, ez most már több mint 3600-ra nőtt az elmúlt 13 év alatt. 2010-ben vármegyei szinten 20 település rendelkezett bölcsödével, ma már 88 helységben van. Jelentősen nőtt az intézmények száma a Vásáros-Naményi központú térségben is. Ebben a választókerületben ezeknek a programoknak köszönhetően közel 10 bölcsőde épül, aminek egyik része állami fenntartás, tehát önkormányzati fenntartásban, a másik része pedig egyházi fenntartásban fog működni. Tehát cél az, hogy a hölgyek, ha akarnak, vissza tudjanak menni dolgozni, és közben a gyerekeket minőségi nevelők, oktatók oktassák. Hiszen egy új bölcsőde nem csak a gyerekeknek jelent biztos elhelyezést és nevelést, de 9 új munkahelyet is teremt. A nevelők 3 csoportban 36 gyermek intézményes ellátásáról gondoskodnak majd. A bölcsőde alapkövét 2021. október végén tették le, ami egy fontos mérföldkő volt a település életében. A rendszerváltás követő években a mai napig új épület a településen csak 3 készült. A helyi termelői piac, egy savanyítóüzem és a mostani bölcsőde. A helyi termelőpiac átadásán is államtitkár asszony volt a vendégünk. Ez a községi, kisközségi piac a környék legjobban működő piaca. Mindig szoktam mondani, a szomszédos települések ki van írva, hogy nagyközségi kispiac, ami fordítva van, kisközségi nagypiac. Na, ott egy ember szédeleg, egy árus, akit lehet, hogy fizetnek, és hogy kirakja a portékát, itt tülekednek az árusok. Nagyváros, nagyváros, hol az út is járda? Ott szeretnék járni, én is iskolába. Jelenleg 60 olyan korú gyermek van a településen, akiket már el lehet helyezni a bölcsődében. A beruházással 55%-uknak lesz elérhető férőhely.